MÁJUS 16. -a. A GAZDAGSÁG SZOKÁSA Isteni természet részeseivé legyetek. Péter második levele, első fejezet, negyedik vers. Részeseivé lettünk az isteni természetnek az ígéretek által, de az isteni természetet szokások kialakításával kell használnunk. Az első ilyen szokás, hogy észrevegyük, Isten gondoskodik rólunk. Nincs rávalom, hogy megszerezzem, mondjuk, és ebben a mondatban az egyik legnagyobb hazugság rejtőzik. Az élet másikján is nagyon ízléstelen pénzről beszélni, a szellemi életben is mégis úgy beszélünk, mintha mennyei atyán kitagadott volna minket. Igazi szerénység jelének tartjuk, ha egy nap estéjén elmondjuk, ó igen, éppen csak átjutottam, de nagyon komoly küzdelem volt pedig a mindenható Isten a miénk, Jézus Krisztusban. Ha mi készek vagyunk engedelmeskedni neki, ő igénybe veszi a legkisebb porszemet és a legtávolabbi csillagot is arra, hogy megálljon. Mit számít, ha nehezek a külső körülmények? Miért ne lennének nehezek? ha önmagunkat sajnáljuk és jajgatunk, ahelyett, hogy fényűzésnek tekintenénk a nélkülözést, akkor Isten gazdagságát száműzzük az életünkből, és másokat is akadályozunk abban, hogy Isten gondviselésére bízzák magukat. Nincs kártékonyabb bűn, mint az önsajnálkozás, mert félretolja Istent, trónra ülteti az önzést és panaszra nyitja a szánkat életünk szellemi élősdi lesz, nem szép és már nem bővölködő ez az élet. Amikor Isten elégedett kezd lenni velünk, kiforgat minden elképzelt gazdagságunkból, amíg meg nem tanuljuk, hogy minden forrásunk benne van. 87. Zsoltár 7. vers Ha Isten fensége, kegyelme és hatalma nem ábrázolódik ki bennünk úgy, hogy tudatában sem vagyunk annak, akkor felelőssé tesz minket ezért. Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. Második Korintusi Levél, 9. fejezet, 8. vers. Ezért tanuld meg másokra tékozolni ezt a kegyelmet. Viseld magadon Isten lényének a bélyegét, és áldása mindig átárad majd rajtad mások felé.